Szia Robi, kedves csoporttagok! Január 26-i Facebook posztban írtad az alsó hármas csakra, amely összpontosítani kell. Ugye mindenki a korona csakra megnyitásáról beszél, de azt nem fogjuk tudni megtenni, amíg nem összpontosítunk először az alsó csakrákhoz, tartozó hitmintákra és konfliktusokra. Ha az alacsonyabb szinten is vannak, jelentőségük nem kisebb. Tudnák erről beszélni? Köszönöm. Oké. Okay. Az embernek 12 csakrája van, ebből 7-et osztottak meg. Az alsó három csakra ugye az a túlélés, azaz a gyökér csakra, utána azt hiszem úgy mondják, hogy szakrális csakra, és utána a napfonat csakra magyarul. Ezek tartalmazzák a legtöbb elakadást és konfliktust. Mondok valamit. A felső lényeink jól vannak, tényleg jól vannak. Nem azokat kell macerálni. A felsőbb lényeink, énjeink, felsőbb csakráink szeretnének integrálódni az alsóbb csakrákkal, viszont az addig nem megy, amíg az alsó csakrák nincsenek kitakarítva. A traumáktól, túlélési félelmektől, és így tovább. Kérek egy pillanatot. Nagyon sok túlélési félelme van az embereknek. Én mikor rendszereztem ezt a tudást, egy pár évvel ezelőtt én 18 túlélési félelem kategóriát számoltam meg, most már nem emlékszem rá, de le van valahol rögzítve. Az alsó csakránk, a gyökércsakra, az a túlélés, a pénz, azaz a traumatizáltságunknak a feloldottságát van arányban. Minél több dolgozunk magunkon, minél több biztonság és védelem hiányt feloldunk magunkban, annál inkább gyógyul a legelső csakránk. Emellé odajön az a trauma is, amivel Szonyával beszéltem, hogy a természettől való szeparáció. Ez egy láthatatlan szeparáció, és az is az első csakránkban jelenik meg, mert amikor ez az első dimenzió nincs bennünk integrálva, akkor természeti katasztrófáktól félünk, és természeti katasztrófáknak leszünk, vagy lehetünk áldozatai. Amikor viszont az elmében az első dimenzió integrálva van, védve leszünk, és nem érhet minket ilyen típusú bántás. Tehát az első csakrát meg kell gyógyítani, meg megmondom még miért. Amikor az ember félelemben él, amikor túlélési pénz, biztonság hiánya van, és ennek sok, rétege lehet, akkor valamilyen szinten nem bízik az Istenben, nincs hite, nem bízik az életben, és olyan hiedelmekkel is bír, hogy az élet nem biztonságos, az élet az veszélyes, és akkor kivetítjük ezeket a hiedelménket a külvilágra, és azt szerint teremtünk. A második csakránk, ugye ez a szakrális csakra, ez a szexuális énünk, ez a teremtő énünk. Ezt nagyon durván és nagyon okosan, pszichopata okosan megtámadták és leredukálták. Rengeteg szexuális szégyen van az emberekben, a nő bántotta a férfit, a férfi a nőt. Az egész múltunk, ha belegondoltok, arról szól, hogy egymást szégyenítettük és bántottuk. Ezért az első kérdésre emlékeztek, nem tudom most a hölgy nevét, de hogy miért esnek szét a kapcsolatok, ezért. Ne szégyenítsük a másikat, ne bántsuk a másikat, hanem üljünk le. Erre mondtam a Viszlászorong ebből csücs, mindenki üljön le, és nézzük át ezt a kuplerájt, nézzük át ezt a káoszt, mert így nem megy tovább. És akkor a szexualitásunknak a bújtatott aspektusaiban van egy olyan a energia is, ami a teremtői aspektusunk, a kreativitásunk, az is meg lett szégyenítve. Ezeket mind meg kell gyógyítani. Meg kell bocsájtani magunknak, természetesen a másoknak, másiknak, és de legfőképp magunknak, hogy ilyen bántalmazó gondolkodásmódba rezegtünk. A szexualitásnak van még egy olyan bújtatott aspektus, amit egy páron talán ismertek, ez az Ödipusz komplexus. Ez is a szexuális, a gyermekkorban egy ilyen láthatatlan, tudattalan, szexuális, nem vágy ez, hanem egy szikra, és az a gyermekkorban a szüleink felé kivetítődik, akkor az el lesz nyomva, és ez oda vezet, hogy elnyomjuk a szexualitásunkat, megszégyenítve marad, és elkezdünk szó szerint meghalni. Ez már eléggé kvantumpszichológia, csak mondom, hogy aki már azon a szinten jár, hogy tudja, hogy mennyire fontos meggyógyítani a szexualitásunkat, az egészséges szexualitás visszaengedését, visszaintegrálását, és elengedni a bántó mintákat.
A harmadik csakra, ugye ez a szakrális csakra, ez az érzelemvilágunknak talán megfelelő, nem tudom a magyar megfelelőt, elnézést, de tehát itt van az érzelemvilágunk. Ez egy nagyon dús világ. Itt több tízezer részről is szólhat a dolog, és általában a traumákban az történik, hogy leválik az érzelem testünk. Tehát amit mi érzünk a pocakban, van ez a gut feeling angolul, ez az érzés, ez sokszor hamis, mert az érzelmi testünk levált, és az asztrál síkra kiment. Amikor az asztrál síkon van az érzelmi testünk, akkor az diszociált, egy ideig biztonságban érzi magát, utána meg ránk támad. Azért vannak ezek a bipoláris, meg skizofrén epizódok, mert olyan sok traumája van az embernek feloldatlanul, hogy a saját érzelmi teste támad vissza. Oké, tehát ezért, ha ezeket elkezdjük gyógyítani, akkor előbb-utóbb lábra állunk, és azt hiszem, hogy sokatok ezt tudja és érzi. Utána ugye a negyedik csakra, az a szívcsakra, ott van a szívtörés traumája, azt mondtam Dilinek, hogy oda nem szabad belemenni profi mentorok és háttértudás nélkül, most már tudjátok miért, utána van a torokcsakra, igazságot beszélni, ki nem mondott dolgokat kiejteni, erre is van nagy technika. Mi az, amit nem mondtál ki?